Királyok jönnek világosságot hoz. Krisztusban, kedves testvérek, az a gyönyörű ígéret, amiről Szent Pál apostol már a damaszkuszi úton megvilágosodva ír a mai szentlecke végén, hogy a pogányok is örökösei Isten országának, Isten ígéreteinek, az a gyönyörű ígéret, amelyet az olvasmányban hallottunk, hogy népek jönnek Jeruzsálembe, népek jönnek Jeruzsálem világosságához, és királyok hódolnak előtte, ez az ígéret a mai napon beteljesült. Mert bizony ma nagy világosság támad, és ezért a mai ünnepnek a magyar neve mellett vízkereszt, a magyar neve mellett a mai ünnep hivatalos megjelenése, hivatalos neve Urunk megjelenése. Igen, meg az Úr ma megjelenik, mint fény jelenik meg. Mint fény jelenik meg a napkeleti bölcsek előtt, akik számára ez a fény vezető volt, és ez a fény jelezte a célt, ahová elindultak. Ennek a fénynek a segítségével felismerték nem Herodesben, hanem a gyermekben a megváltót, és ennek a fénynek a segítségével aztán pedig más úton tértek vissza országukba. De látunk-e ma mi betlehemi csillagot? Milyen jó lenne, és ezt kérjük a karácsonyi egyik legszebb énekünkben is, betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem, mert szükségem van nekem is ilyen vezetőre, ilyen fényre és ilyen irányítóra életem zsákutcáinak közepén. És éppen ezért ma mi nem a betlehemi csillagot jöttünk keresni, hanem azt a fényt, amelyről Szent Pál apostol a mai szentleckében azt írja, hogy megjelent nekem a damaszkuszi úton. Nagyobb fényesség jelent meg Pál apostolnak a damaszkuszi úton, mint a napkelti bölcsek számára a betlehemi csillag, mert a csillag csak a napnak a fényét ragyogta vissza. Pál apostol számára, és mindannyiunk számára már a nap jelenik meg a mai napon. És ennek a napnak a segítségével juthatunk el mi is az ígéretre, Isten ígéretére. Ez a nap tehát maga Krisztus, aki ma megjelenik számunkra, Isten egybegyűjtő szeretetének a nagy jele. És hogyha olvastuk a mai evangéliumban, ennek a csillagnak a vezetésével a bölcsek elindultak, és megtalálták a célt. Igen, Isten szeretetének a jele testvérek, maga Jézus Krisztus személye, akiben az Isten már előttünk felragyogtatta, mint Pál apostol előtt a damaszkuszi úton, felragyogtatta már életünknek a célját, és nem csak a célt, de magát az utat is. Pál apostol, miután leesett a damaszkuszi úton ennek a fénynek a hatására, amely fény bennünket is beragyog a mai napon, megváltoztatta életének az útját. Saját maga és a saját maga követése, és a mózesi törvény követése helyett Krisztust kezdte követni. A mai ünnep első gondolata éppen ezért, hogy azt a napot keressük, azt a napot követjük, amely számunkra életünknek a célja. Milyen sok testvérünk van, és főképp a fiatalok, vagy a felnőtt fiatalok, akik keresik életüknek a célját, mert már csalódtak az életben, nem találják a jászlat, ahová életük irányul. Számunkra a betlehemi csillagnál is erősebben, fényesebben Krisztus megmutatja életünknek a célját, az Istennel való közösséget, de nem csak ezt a napot látjuk, hanem ez a nap bevilágítja az utat is. Pál apostol Krisztust követte. Ez a nap, amely felé mindannyian irányulunk, ha akarjuk, ez a nap nem csak életünk célja, hanem útja is. És lehet, hogy sokszor
mi is Jeruzsálemben találjuk magunkat, ahol rettegés és félelem van. De nézzünk fel mindig erre a napra, erre a betlehemi csillagnál is fénylőbb napra, a fény forrására, életünk céljára, és meglátjuk a kiutat, meglátjuk az utat, és ahogyan olvastuk a mai evangéliumban, a csillag láttára öröm töltött el a tanítványokat. A mai olvasmányban olyan fény jelenik meg, olyan fénynek az ígérete, a proféciája jelenik meg, amely szinte mágnesként magához húzza, vonza az ember. Isten szeretete Krisztusban, az ő személyében, az ő napjában, mint célban, és mint a célhoz vezető örömteljes útban jelenik meg. És ez a fény, ha ezt a fényt követjük, ha ezt a napot ő követjük, meglátjuk életünk célját és az utat, és így a napot követve válunk mi is bölcsekké. Nem biztos, hogy okosakká, de bölcsekké, akik ismerik életük irányát és életük célját. Mi más, ha nem? Ettől a fénytől jövő bölcsesség az igazi életbölcsesség. Aztán olvasok a mai evangéliumban, hogy ez a csillag nem csak az útban segítette a napkelti bölcseket, de megállt a ház fölött, ahol a gyermek volt, vagyis felnyitotta a szemüket, hogy meglássák a gyermekben a megváltót, meglássák a gyermekben az Istent. Isten szeretetének a jele a karácsony, a mai szép ünnep, Urunk megjelenése. Mert ez a nap előz minden sötétséget, előzi az éjszakát, és számunkra is szinte vakító nappá válik. Ahogyan az első gondolatnál, amikor látjuk a mennyet, látjuk életünk végét, célját és a hozzá vezető bevilágított utat, letesszük voksunkat Jézus mellett, vagyis Krisztus követők leszünk, letesszük aranyunkat Krisztus elé, ugyanígy ennél a vakító fénynél kérdezzük meg, hol égetett te életednek a töménét. Mi az az Isten? Ki az az Isten, aki előtte életedet égeted? Ki az az Isten, vagy mi az a számodra legfontosabb az életedben, ami előtt, aminek oltára előtte a tömént égeted? Vagyis mi a legfontosabb a te életedben? Hol égeted életed töményét? Urunk, ma megjelenik, mint vakító nap. Mint vakító nap, amely előzi az éjszakát, és amely az egyedüli Istenre mégis látóvá teszi az embert úgy, mint Pál apostol a damaszkuszi úton megvakult, és mégis Krisztust látta. Mégis minden megszűnt számára. Azt mondja Pál apostol, hogy minden szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem. Vakuljunk meg, testvérek, Krisztusunk mai megjelenésében, hogy egyedül azt lássuk, ami életünkben a fontos. Ez a vakság, ha úgy tetszik, ez a látás, ennek a fénynek a látása új értékrendet visz az életedbe, hogy Isten legyen az első, hogy egyedül ő előtte égesd szeretetednek a töményét, egyedül ő előtte borulj a földre, egyedül őt imád, mert így nem alászkodsz meg, hanem így kapod el, így nyered el végső méltóságodat. A földön bármi előtt, ami előtt meghajolsz, leborulsz, vagy beléveted minden reményedet, csalódni fogsz, és megalázva jössz ki egy-egy ilyen rossz tapasztalatból. Egyedül, ha az Isten előtt borulsz le, ez a leborulás felemel téged. Hát vakuljunk meg Krisztusunk fényétől, napjától, az ő megjelenésének mai ünnepén. Ő előtte
égessük életünk töményét, az időt, az energiát, minden fáradozásunkat. Ez a leborulás, ez a vakság tesz téged valóban bölcsé, amikor helyére kerülnek életedben a dolgok, amikor Isten lesz az első, mi más testvérek, ha nem ennek a napnak a vakító látása tesz bennünket igazából bölcsekké. És a harmadik gondolatunk pedig, amit olvasunk a mai evangélium végén, hogy a bölcsek más úton tértek vissza országukba, más úton kikerülvén a gonoszságot Heródes, más úton vagyis, ott a jászolnál leborulva, megtalálván a jászlat és leborulva a gyermek előtt, ezek a bölcsek megváltoztak. Mi más jelentene a mirhának a jelképe, mint a mindennapos megváltozásnak a lehetőségét. A mirha, amivel az ókorban az emberek a sebeiket gyógyították, amivel az emberek az ókorban arcukat kenték, hogy megőrizzék a szépségüket, a frissességüket. Mi más a mirha, mint amivel az ember az ókorban a holttesteket is ápolta, hogy megmaradjanak. Mi más ennek a mirhának a beteljesült ígérete, jelképe a mai napon, mint az, hogy Krisztus Urunk fényében képesek vagyunk minden nap megváltozni, képesek vagyunk begyógyítani ennek a napnak a fényével életünknek a sebeit. Képesek vagyunk más úton, mint olyan eddig jártunk, más úton visszatérni otthonainkba. Hát nem, de testvérek, ez az az igazi bölcsesség, a mindennapi változás, a jobbá való változásnak a bölcsessége, hogy a nap, amely ma megjelenik Krisztus személyében, Isten szeretetének a napja, sarkal bennünket, hogy egyre inkább Jézus személyéhez változzunk mi is meg. Kedves testvérek, bár az egyházi hagyomány három napkelti bölcset említ, de ha jól figyeltünk a mai evangéliumban, nem szerepel számban, hogy mennyi bölcs jött. Vagyis mindannyian bölcsek lehetünk, ha ezt a napot követjük, ha ebbe a napba nézünk, és ha a nap által megvilágított úton próbálunk mi is egyre inkább fényesebbé válni. És így teljesedik be Izajás prófétának a látomása, hogy a mennyei Jeruzsálembe bölcsek érkeznek, a mennyei Jeruzsálembe bölcsek érkeznek a naphoz, de ez a bölcsesség azokban kezdődik el, akik számára az Úr Jézus fénye minden betlehemi csillagnál, mert ő maga a fénynek a forrása. Hát adja Isten, hogy már itt a földi egyházban is egyre inkább ennek a napnak a bűvöletében éljünk, egyre inkább kövessük ezt ennek a napnak a fényét, és egyre inkább változzunk meg mi is a fény gyermekeivé, hogy majd mi is a bölcsek közé soroltassunk, akik dicsérik és áldják a mindenség Istenét, a ma megjelenő napot, Jézus Krisztus most és mindörökkön örökké. Amen. Istenet, Istenet.